A frontfogak, azaz az előső fogak törésével, vagy már meglévő tömések lepattanásával leggyakrabban apró balesetek kapcsán találkozunk. A fogszövet hiány mértékétől függően, más szóval, amíg rendelkezésre álló épp foganyag mennyiség tükrében tudjuk a megfelelő kezelést kiválasztani. Kisebb hiány esetében esztétikus tömőanyaggal, hagyományos módszerekkel úgynevezett élpótlást készítünk, ezzel visszaállítva az esztétikai és funkcionális igényeket. Azonban nagyobb fogszövet hiány esetében már direkt kompozit héj vagy fogtechnikus által készített indirekt kerámia héj segítségével tudjuk csak a megfelelő anatómiát és esztétikát helyreállítani. A direkt héjat fotódokumentáció a fog színének és formájának feltérképezését követően egyénre szabottan egy ülésben készítjük el kompozit, esztétikus tömőanyagból a fog külső, ajak felüli részére. Indirekt héj esetében a tervezést már a fogtechnikussal együtt végezzük. Lehetőségünk nyílik a fogak formájának és színének megváltoztatására, valamint a fogak közti rész zárására. Előkészítésükkor csak minimális foganyag elvételére van szükség, lényegesen kevesebbre, mint borító korona esetében. Az ezt követő lenyomatvétel történhet a hagyományos módon, de ma már lehetőségünk van digitális lenyomatvételre is, ami nem csak a páciens számára komfortosabb, de egy precízebb, pontosabb kommunikációt tesz lehetővé a fogorvos és a fogtechnikus között. Rendelőnkben az indirekt héjakat IMEX-prés kerámiából készítjük. Ennek az anyagnak a legnagyobb előnye a természetes fogakhoz hasonló fényáteresztő képessége, ami egy tökéletesen természethű végeredményt biztosít. A kezelés gondos megválasztásához fontos, hogy pontosan megállapítsuk a törés okát és kiterjedését. A kezelési lehetőségek közül mindig a páciens igényeit, elvárásait szem előtt tartva, individualizálva választjuk ki a számára legmegfelelőbbet. Szúvasodás miatt letört fog esetében legtöbbször gyökérkezelést követően tudjuk csak végleges felépítéssel ellátni az adott fogat. Gyökérkezelés során nagy mennyiségű foganyagot kell feláldoznunk a gyökércsatornák feltárásakor, tágításakor. Így a fog koronai része hagyományos tömés készítésével funkcionálisan már nem állítható helyre. Ilyenkor tehát a hosszú távú siker érdekében üvegszálas tömőanyaggal vagy üvegszálas csappal történő felépítést követően fogtechnikus által készített betéttel vagy koronával tudjuk a fogat anatómiailag restaurálni. A betét hasonlóan a borító korona készítéséhez a fogról vett analóg vagy digitális lenyomat alapján fogtechnikus által készül, amit egy következő ülésben a megfelelő izolálásban ragasztunk be a szájba. Legfőbb különbség a fog előkészítésében van. Betét készítésekor mindig arra törekszünk, hogy a meglévő épp foganyagot a lehető leginkább megőrizzük. Ugyanakkor egy olyan kedvező helyzetet teremtsünk, mely ellenállóbbá teszi a fogat a rágóerő okozta erőhatásokkal szemben. Egyik legnagyobb előnye tehát, összehasonlítva a koronákkal, hogy kevesebb foganyag feláldozására van szükség készítésükkor. Nagyobb traumák esetében, amikor az adott fog az íny szintjébe, vagy mélyebben az alá törik, kisebb sebészi beavatkozásokra is szükség lehet a fog megmentése érdekében. Ilyenkor azt kell szem előtt tartanunk, hogy hogyan tudjuk izolálni a fogat, azaz megteremteni azt a nyál és vérmentes környezetet, ahol biztonsággal megkötnek a használni kívánt anyagok, és a legnagyobb kötőerőt tudjuk elérni. Ezt az úgynevezett kofferdám izolálás biztosítja, amikor egy speciális kapocsal gumilepedőt erősítünk a sérült fog vagy a sérült fog és a szomszédos fogak köré. Bizonyos esetekben elegendő csak lágyrész plasztikai beavatkozást végezni, amikor a fogat körülölelő ínyből veszünk el ahhoz, hogy elérjük a törvék szélét és felhelyezhetővé váljon az izolálás. A lágyrészek elvételét általában lézerrel végezzük a gyorsabb sebgyógyulás érdekében. Azonban nem minden esetben elegendő önmagában csak a lágyrészek menedzselése. Szükség lehet minimális kemény szövet, azaz csont elvételére is.
Ilyenkor mind a lágyszövetből, mind a csontszövetből arányosan vesszük el a szükséges mennyiséget ahhoz, hogy a törvék hozzáférhetővé, felépíthetővé váljon. Régen ezek a fogak még menthetetlenek voltak, de a technika fejlődésével ma már a legtöbb esetben lehetőségünk van a megtartásukra.